Auf einer Bank und klagst dich selber an, und dein Schatten lacht dich aus. Hör das mit deinem Gefühl und spannst die Nerven weit, sie reißen dich auf. Alle Zeugen haben sich aus dem Staub gemacht und die Beweise bringen ans Licht, was du dich schon seit Jahren eingeredet hast, es hat dich Stand und sagt, lass mich rein, so wie du gerade denkst. Kann es nicht gewesen sein, ich warst dir deinen Kopf, damit du mich wieder spüren kannst. Dein Herz, wie es schlägt und singt. fun Tanzen, weil dich das Leben. Köszönjük neked, életnek forrása, Jézus Krisztus Istennek, Szent Fia, hogy itt vagy közöttünk, és te vagy az, akiből az Isten szent ereje kiárad a mi szívünkbe, és a szívünkbe új életet és új erőt ad és belénk leheli a te természetedet, isteni erődet, amely erővel minden fájdalmat elviselsz, és minden fájdalmon túl is élsz és létezel, és mindent kibírsz, és semmi téged örökre el nem veszíthet, hanem te vagy az örök élet. Te vagy a feltámadás. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy érinthetünk téged, és te megérintesz bennünket. Köszönjük, hogy a te érintésed elérte a szívünket és megelevenítettél bennünket, és új erővel töltöttél be bennünket, és megerősítetted a bensőnket, és kiegyenesítetted lábainkat, térdeinket, és újra felfele terád néznek a szívünknek a szemei. Köszönjük, hogy láthatunk teljes szívünkből, szeretünk, Urunk, imádunk téged, csodálatos Isten vagy, csodálatos megváltó vagy. Hálásak vagyunk azért, hogy ezt ma is átélhetjük, megtapasztalhatjuk, és elismerjük a bölcsességedet, hogy ehhez szükségünk van átmennünk nehézségeken, <kül> viharokon, szenvedéseken, fájdalmakon, próbákon, és kapnunk kell pofonokat ebben a világban, hogy fel tudjuk fogni, hogy te ki vagy, és el tudjunk kezdeni átváltozni a te hasonlatosságodra. Ezt cseleked vidvékhez ma is közöttünk, ezért bocsást ki, és szóld a te szavadat, hogy halljuk a te hangodat, és megismerjük azt, aki te valóban vagy, és ne halljuk félre, ne értsük félre a te szavadat, hanem ki tudjon rajzolódni a te természeted, valóságod, a mi szívünkben, bensőnkben, lelkünkben ezen a mai napon is. <kül> Ez a mi kérésünk, ezt vidd véghez közöttünk, és köszönjük, hogy cselekszel, ma is, ami bensőnkben legyen áldott a te szent neved. Istennek csodálatra méltó szent fia, megváltunk Jézus Krisztus a te nevedben. Amen. A mai igéknek a címe a remény hangja. Istennek a hangja lesz az, amelyről szólnak ezek az igék. És a nagy kérdés, amit feszegetek a prédikációban ma, hogy mi van a mi szívünkben, mi az, amire várunk? Mit látunk magunk előtt a bensőnkben? Mire készülünk? És ez a várakozás megegyezike azzal a reményel, amit az Isten igéje, az Isten hangja tartalmaz, vagy pedig hiú ábránd, káprázat él csak bennünk, esetleg asera bálványok töltik be a szívünk. Az Istennek a hangját, ha helyesen értjük, akkor a szívünkben lehet egy helyes Isten képünk, és ez az egyetlen egy esélyünk, hogy az örök életre bemenjünk. A Krisztusi hit reménye ugyanis a feltámadás, az örök élet. Erre irányul. Tehát nem egy földi dolgot céloz meg, és nem egy földi dologra várakozik, hogy ezen a földön valami jót elnyerjen, hanem az örökké valóságban keresi magát az Istent, mert csak az Isten az, aki be tudja tölteni az emberi szív reményét, várakozását odafent. térjünk rá az Isten igényére. Az első vers az az 1 Péter levél 1, 22-es verse. Így szól. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által. Egymást tiszta szívből, buzgón, szeressétek. Amen. Tehát a remény lesz a témánk, de a reményhez nem juthatunk el máshogy csak, ha megértjük azt, hogy mit ért a Biblia engedelmesség alatt. Az igazság iránt való engedelmesség alatt. Az itt engedelmességnek fordított szó az a görögben az üpakóé, üpakúó. Annyit jelent, hogy hallgat valakire. Figyelmesen hallgatja valakinek a hangját. Felfogja, hogy egy hangot hall. És alárendeli magát annak a hangnak, amit hall. És érti is azt a hangot, amit hall hang hallásáról szól az eredeti szöveg, és megtudjuk, hogy az Isten hangja az milyen hang a Jobb könyve 37. rész első versében. Ezt írja. Halljátok meg figyelmesen az ő hangjának, Dörgését és a zúgást, amely az ő szájából kijön. Ámen. Tehát Istenről szólnak ezek a szavak, és azt mondja, hogy van a hangjának dörgése és van a hangjának zúgása. Dörög, zúg, hang. A dörgés. Azt jelenti az eredetiben rogez, tombolás, dühöngés, nyugtalanság, zavartság. Egy megterhelt személy zaklatottsága, morajlás, harci lovak hangja, izgatottsága, dübörgése, patáinak zaja. Nyerítése, ami felkavar, megrázkódtat, megrendülést okoz az érzelmekben. Istennek a hangjában egy megterhelt személy zaklatottsága, zavartsága, nyugtalansága szólal meg, ami olyan, mint a harci paripák patáinak a zaja. és a nyerítése, ez fejezik ki, hogy mekkora mértékben kavarodik fel az ő érzése ő benne. Ez játszódik le az Istenben. A másik szó a jobb 37 egyben, a dörgés mellett a zúgás. Azt jelenti, hogy súhaj. Nyögés, nyöszörgés, moraj, nyög, gondolkodik, felidéz magában valamit, és megszólal fájdalmában. Fájdalmat él át az Isten. Van, ami az Istennek fájni képes, az Isten képes fájdalmat érezni, fájdalmat elviselni. Ezekről szólnak ezek a versek. Ez van benne az Istennek a hangjában. Ismered e te azt az Istent, akinek fájdalom él a lelkében, a szívében, a bensőjében, és a fájdalmát kiáltja ki a hangjában, a beszédében. És terheket hordoz, cipel. Minek a terhét? Annak a terhét, hogy megteremtett téged és engem. Képzeld el az Isten, amikor még semmit nem teremtett, és élt teljesen egyedül, mindentől zavartalanul, Semmi nem érhette az ő nyugalmát el, ami azt felzaklathatta volna. De az Isten úgy döntött, hogy feladja ezt a nyugalmat, feladja ezt a zavarhatatlanságot. Azzal, hogy teremt lényeket, akik nem lesznek olyan tökéletesek, mint ő, mert nem lesznek istenek, hanem teremtett lények lesznek. De azt mondta az Isten, hogy el akarja szenvedni ennek minden fájdalmát, hogy te tökéletlen vagy, nem érted meg őt, ellene fordulsz, ellene lázadsz. akkor is azt akarja, hogy meglegyél teremtve, és meg akarja adni az esélyt, hogy te megtaláld őt, megismerd őt, hogy valóban kicsoda ő, és mekkora szeretet él ő benne, hogy örökre feláldozta érted azt, hogy bárki meg zavarása által a nyugalma össze legyen zúzva. Az Isten a teremtéssel örökre lezárta azt a korszakot, hogy megzavarhatatlan legyen, és vállalta a teremtményei korlátozottságából fakadó zaklatást, meg nem elutasítást és az összes többi rosszat a teremtéssel. A Jobb 37 egyben az, hogy az Istennek a hangja, az az eredetiben zúgást jelent, mint sok-sok-sok víznek, víz esésnek az ógása, esőnek az ógása, jelent vízhangot. Víz hangzik valahonnan, az Isten hangjában az ő fájdalma. És ennek a híre megy az ő hangjában, és közli, és továbbítja az ő hangjában. Ami olyan, mint a vízesés zúgása, és az Isten hangjában örökre, Vízhangozza a nyögését, a fájdalmát, a zaklatottságát. Róma beliekhez írt levél, 5. rész, 19-es vers. Azt mondja, hogy miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Tehát megnéztük az elején, hogy az engedelmesség az az Isten hangjához van kötve az eredetiben. Azt jelenti, hogy valaki hallja ezt a hangot, és pontosan úgy érti, ahogy Istenből kijön az a hang. Itt a Róma 5.19-ben azt látjuk, hogy van egy szó, ami engedetlenséget jelent, és ez az engedetlenség az eredetiben par akóé, par akuó, ugyanúgy a hang görög szóból származik, de a jelentése így ebben az összetételben már az, hogy félre érti azt, amit hall. Rosszul hallja. Elenged valamit a füle mellett, nem vesz figyelembe. Figyelmen kívül hagy, így valamire nem hallgat, nem érti meg nem fogja fel azt, amit valójában hall, mert fére hallja azt. Ennyire fontos az, amit a Jobb írt a 37.1-ben, hogy figyelmesen, 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 figyelmesen hallgassd azt, amit Isten hangja tartalmaz. Itt a Róma 5.19-ben azt mondja, hogy ha ezt így teszed, hogy figyelmesen hallgatod, és így engedelmes vagy ennek a hangnak, akkor igazzá leszel. Az eredetében dikájosz, igazodik az Isten jogrendjének a mércéjéhez. Ezt jelenti tisztában van a kötelességével. Alárendeli magát az isteni jog ítéleteinek. Illeszkedik annak határozataihoz, elfogadja büntetését, és e büntetések jogosságát nem kérdőjelezi meg, alkalmazza ezeket. Szenvedése árán mindenét elveszítve is azokért él az Isten. akiket a szeretetnek ebben a követelményében magának ő hozzáillő társként az örökké valóságban eltervezett. Mert amiképpen a férfinak az asszonyt hozzáillő társként teremtette, Ugyanígy választotta ki magának hozzáillő társként az emberek közül azokat a személyeket, akik egy olyan örök ország eljövetelében reménykednek, melyben nem saját gondtalanságuk és korlátozhatatlan életük a mérce, hanem az Isten szenvedése hangjának a követése, melyre hallgatva, tartatik az örök élet. Úgy a saját maguk részére, ahogyan ez által az mások számára is hozzáférhetővé lesz. Lásd az 1 János 3.16-os verset. Így szól. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk mi is kötelesek vagyunk atyánk fiaiért odaadni a mi életünket. Amen. Itt is az, hogy oda kell adnunk az életünket nekünk is, az eredetiben az életünk szó, az itt is a psziché, a lelkünk. Tehát nem arról beszél az Isten igéje pusztán, hogy a fizikai életünket, ha egyszer ne talán tán véletlen úgy adódna, hogy így tudjuk megmenteni atyánk fiát, akkor hát úgy lesz nekünk rendelve, hogy akkor töltjük be az igét, hogyha meghalunk fizikailag az atyánk fiáért. Ennél jóval többről beszélnek ezek az versek. Ezek a versek arról beszélnek, hogy egész életemben, a lelkemben át kell élnem a szenvedését a lelkemnek, azt, hogy valaki által szorongattatva vagyok, valaki által elutasítva vagyok, valaki igazságtalanul cselekszik velem, valaki zaklat, és a zaklatását élem át és meg vagyok fosztva ezen a világon, a lelkemben minden örömtől, minden boldogságtól, és nem tudnak beteljesedni ezen a Földön a földi élet boldogságára irányuló emberi léleknek a vágyai. Ezeknek a haláláról, ezeknek az elvesztéséről, és ezek között való szenvedésről és fájdalomról beszél az Istennek az igéje, mert az ember lelke úgy lett az Isten, Től, teremtve, amire az Isten azt mondta, hogy az én hasonlatosságomra teremtem az embert, hogy az emberi lélek képes legyen átélni azokat a szenvedéseket, amelyeken, ha átmegy, akkor kezd el átváltozni arra természetre, amilyen az Isten. Hogy hordozza a fájdalmát. A teremtményei létének mind örökre, és megmarad egyszerre az igazságban és egyszerre a szeretetben. Amikor Isten megteremtette az embert, a föld porából készítette, és az orrába életnek a leheletét lehelte bele ezzel hozta azt létre, hogy a saját hasonlatosságára teremtette. Mert Ádám így egy olyan szellemet lélegzett be, ami Isten természetének a legbelsejéből erett. Ez a szellem képes a vajudás szenvedése közben, zihálva, lihegve a másokért letett élet fájdalmát viselve, arra, hogy a holtakat megelevenítse, visszaadja az elveszített életeket, megújítsa a tönkre mentet, életre keltse a teremtményeket. Nekünk embereknek hozzáillő társként azt a szerepet szánta Isten – hogy legyünk mi is részévé ennek, az ő benne lakozó szeretetnek, hogy az örök élet földjén olyan személyek telepedjenek le, akik hozzá illő társként vele együtt szenvedik el a költségét annak, hogy a teremtett világnak örök élete legyen. És képesek arra, hogy a szülési fájdalmak vajudásában benne élve biztosítsák másoknak az életet. Úgy születve őtőle, hogy többé már nem kettő, hanem ő vele egy test, hogy rájuk ilyen az Isten beszéde. Ez már csontomból való csont, és testemből való test. Felette nagy titok ez. Én a Krisztusról és az egyházról beszélek. Ezt jelenti Isten hangjának a dörgése. A Harci lovag dübörgése. Nyerítése. Isten sóhajának zihálása, lihegése. Amit az ember orrába belelehelt, ami meg kell, hogy rendítse a lelkemet, érzéseimet én bennem, hogy sírva, zokogva érezzem, Isten az istenségéből fakadóan úgy veszített el értem mindent örökre, hogy én a teremtettségemből fakadóan soha nem leszek képes azt ugyanúgy felfogni, amint azt ő vajudásában átélte amit tehetek, hogy ebben a vajúdásában keresem a hozzávaló illeszkedésem. Nem tudom, mennyire érzékelhető, amit át szeretnék adni. Az Istenben benne lakozik a fájdalom átélése. Ugye a mai világban elég divatos a keleti vallásoknak a hamis istenképe. A hinduizmusnak, a buddhizmusnak, a krisna vallásnak, és egyéb keleti filozófiáknak, amikben a jóga, a meditációk központi helyet foglalnak el, abban egy szenftelen személyiségétől megfosztott szenftelenség van a középpontba helyezve, mint egy érzéketlen, befolyásolhatatlan, megsérthetetlen, megzavarhatatlan Isten. Arról beszélek, hogy ez egy hamis Istenkép. Ez költözött be a keresztény hitbe. Ez lopóckodott be, amikor az okkult tudományokat beengedték a Krisztusi hitbe, a mai felekezetekbe, egyházakba. Egy szelftelen, érzéketlen, megzavarhatatlan, megháboríthatatlan, hamis istenképet hoztak be, akinek nem lehet fájdalma, aki nem érezhet fájdalmat. Arról a dologról beszélek, hogy ezt a hazugságot le kell, hogy leplezzük. Ezt a hazugságot ki kell, hogy dobjuk az életünkből, a szívünkből, a lelkünkből. Az Isten, ha nem tudna szenvedni, akkor nem lenne minden tudó akkor nem ismeri a szenvedést. Ha neki nem lehetne fájdalma, akkor az Isten nem minden tudó, mert nem ismeri a fájdalmat. Az Isten attól minden tudó, hogy ez neki nem elmélet, nem filozófia, nem joga, nem meditáció, nem csupán egy lila, ködös gondolat, hanem benne él ennek a valóságában, fájdalomban él, de az Istenség elhordozza, szent ereje, képessé teszi erre, és abban ott van benne, a kellős közepében az alázata és a szeretete. Mindannyiunk iránt, akiket megteremtett. Érted és értem. Ezt vállalta ő. Az Isten szenvedése nem csak a kereszten átélt szenvedés, az örökké valóságban ott van benne az Istennek a szívében. A názáret Jézus Krisztus azt mondta, semmi más nem cselekszem, csak azt cselekszem, amit látok az atyánál. Csak azt csinálom, ami benne van az atyába. Jézus Krisztus, amit véghez vitt, azt azért vitte véghez, hogy megmutassa, mi van benne az atyába. Mi lakozik benne az Istenben? Ez lakozik benne az Istenben. Na mi az, ami útjában áll mindennek, hogy ezt hittel, meghalva, hogy kicsoda lakozik az Isten hangjában, átvegyük és átéljük, és elkezdjük tudni követni a mi életünkben? Egykorintus 15-19 azt mondja: Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámen. Az emberiség évezredek óta cipel magával hamis utópiákat. Kerget hamis ábrándokat, képzeli el magát egy korlátozásoktól és hiányoktól mentes társadalomban ahol nincs többé szenvedés, se másokért, se saját élete fennmaradásáért, hanem megvalósul a kívánságai kielégítését korlátlanul biztosító elképzelés, aminek az isteni erkölcs örök mércéje sem szab határt többé. hogy ezt jobban megértsük. Nézzük meg a Jeremiás 17-et. Jeremiás 17-ből több verset is felolvasunk, először az ötös verset, amiben egy hamis reménységről tájékoztat bennünket az Isten igéje. Az emberiség utópiájáról, ábrányáról, ami benne él minden romlott ember szívében, és ezt dédelgeti, hurcolja egész életében, és erről hiszi azt, hogy ez az igaz Isten. Jeremiás 17:5. Ezt mondja az Úr! Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Amen. A bízik szó itt, az az eredetiben batach, remény, 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 reménykedik. Azt jelenti, hogy valaki úgy érzi, hogy Biztonságban van, nincs félnivalója. Elbizakodott. Biztat, reményt kelt, így éli le az életét, baj ő nem történhet, minden rendben lesz. A valósággal nem néz szembe. Ez az elbizakodottság egy hamis várakozás. Melyben nincs a zavartalan életről való lemondás. Nincs a háborítatlanságot elhagyó konfliktus vállalás. Nincs önkorlátozás, nincs önfeláldozás Nincs a nehézségekben tanúsított hűség miatti elpusztulás Nincs a másikért vállalt teljes összeomlás. Helyettük a középpontban inkább a romlott ego sérthetetlensége áll. És ezt kell, hogy biztosítsa, megerősítse egy embertárs. Rokon, barát, házastárs. Bárki és bármi, ami nyújt egy olyan biztatást, hogy meg ne kelljen hallani az Isten hangját. amely azt dübörgi egy teljes életen át, hogy az egész világegyetem létének a középpontjában az Isten legbelülről fakadó, önkéntes szenvedése áll, mely a teremtéssel csatasorba állt, hiszen akkor dobta el magától a teremtő a háboríthatatlanságát, korlátozhatatlanságát, vállalta az Isteni tökéletessége, és teremtményei tökéletlensége között fennálló örök konfliktusát. És sérthetetlensége helyett örökre annak rendelte alá magát, hogy a maga érdekei zavartalan jóléte helyett vállalja önmaga korlátozását. Akár elszegényedését, Elpusztulását, hogy így biztosítsa teremtményei fennmaradását. És egy tökéletes, örökké való ország megváltoztathatatlan igazságát, mint ennek az országnak egyedüli fundamentumát. Ha be akarsz menni oda, hallanod kell, harci, lovai, patáinak a dobogását. paripái nyerítésének a zaját. Amelyek az örök élet hírét visszhangozzák, hogy te is úgy lásd a magad sorsát, hogy ne saját Jólétedet várd. Ne a háborítatlanságot és ne a korlátozásoktól mentes hamis jövő képét szolgáld. Pályád szerencse szelvényei helyett inkább keresd az isteni hűséget kísérő vereséget, kudarcot, csapást amelyel mások örök életének forrásává, vízcsobogásává válsz. Úgy éljük tehát az életünket, a romlott természetben alapvetően benne van, hogy egy várakozásban él itt ezen a földön a bensőnk, a lelkünk. És ebben a várakozásban elképzeljük mindannyian ugyanazt: hogy majd lesz egy párunk, lesz egy házastársunk, egy szerelmünk, egy barátunk, és vele milyen jó lesz, mert ő majd meg fog érteni engem. És ő szeretni fog engem, és őt én is szerethetem, és lesznek közös élményeink, és milyen csodálatos lesz számunkra így az élet. Lesz egy munkahelyem, milyen jó lesz nekem, ott majd sikereket érek el, amiből lesz jó nevem, hír nevem elismertségem, pénzem, és az életben majd megvásárolhatok dolgokat, és jó élményekben részesülhetek. Ezekről beszélek. Ezek a bennünk élő képek hamisak, átverések, ábrándok, káprázatok, a romlott természetnek az eredménye. Istenben nem ez él benne. Isten a saját sorsát nem így látja előre, nem így képzeli el. Ő belelátja, beleképzeli saját maga önfeláldozását, önkorlátozását, fájdalmát, szenvedését. És mindezt önként teszi, önként vállalja. Ekkora a szeretete. Mindezt azért, hogy nekem, neked legyen életem. Ebből fakad az örök élet. Ez az örök élet forrása. Napokban sok mindenen átmentem, többek között fizikai betegségeken is. És volt egy csodálatos, Megtapasztalásban részem ezeknek a kapcsán. És ekkor kezdtem el egy picit tudni, megragadni, hogy mi van benne az Istenben, például amikor mi arról beszélgetünk, hogy betegség és gyógyulás. Alapvetően miha betegek vagyunk, mit várunk, gyógyítson meg bennünket az Isten. De az a döbbenetes, hogy az Istenben nem ez a várakozás él benne saját magával kapcsolatban. Az Isten, mikor átéli a fájdalmat, mikor hordozza a szenvedést, amikor őt bántalmazás ér és korlátozzák, és ellene bűnt követnek el, és például, mikor magára vette a mi bűneinket és a betegségeinket, és azokat is cipelte, hordozta, Azért csinálta végig, mert nem azt várta, hogy mikor lesz annak vége, és neki mikor lesz végre jobb, és mikor lesz könnyebsége. Akkora a szeretete, hogy nem érdekli a fájdalom viselése. Menni akar beljebb, 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 beljebb. Fáj, nem baj, fájjon. Még jobban fáj? Nem baj, még jobban fájom. Ennél inkább átéli a szeretetét. A szeretetét te érted, akit ő teremtett meg. És abból a szeretetből teremtett meg, hogy elhordozza minden. Gyengeséged, erőtlenséged, bűnöd, vétked, romlottságod, hibád. Ez a szeretet él az Istenben. Mai egyházak, felekezetek, Állandóan arról beszélnek, hogy hozzuk a gyógyulásra az embereket, hozzuk gyógyulásra az embereket. Fantasztikus, az Isten meggyógyít bennünket, de eljutunk-e az Isten szeretetének a felismerésére, hogy ő nem a saját gyógyulását keresi, hanem hogy hogy viselje el másokért a nehézséget, a fájdalmat, a szenvedést. Visszatérve a Jeremiás 17:5-höz. Azt mondtuk, hogy van egy hamis reménység, és ez átkozott reménység, és erről beszélünk. És ezt a reménységet, ezt a hamis reménységet, ezt az ábrándot azt írja az ige, hogy testbe helyezi bele az az ember, aki enged ennek a romlott reménységnek. Az eredetiben az, hogy testbe, az a basár szó azt jelenti, hogy halandó, esendő, lázadó ember azt is jelenti, hogy vér szerinti rokon, feleség, testvér. És azt is jelenti, hogy ezek a személyek jó hírrel felvidítanak téged, örömhírt mondanak neked, jó hírt közölnek veled, s megerősítik benned a hamis reménységet, hogy veled minden rendben, és neked mindig minden jó lesz, és ezen nem kell, hogy bármit is változtass az életedben, a sorsodról mást nehogy elképzelj. Bene enged az önfeláldozást, bene enged a szenvedést, az önkorlátozást, és mindezeknek az elviselését másokért, akiket az Isten szeretete a szívedbe bele helyezett. A hamis reménység a lázadó halandó embernek boldog és jó sorsot hírezt el. Erről a lelkébe egy képet éget, aztán automatikusan jön létre saját sérthetetlenségének elképzelése. Az előtte álló egész életére, mintha vele rossz soha nem történhetne. Így éli le egész földi életét ezen a világon minden ember. Ez a hamis reménység utópisztikus kelepcéje, amit a végén a halál zár le. Nézzük meg a Jeremiásban, kicsit ássunk a mélyére, mi van még benne ezekben a versekben. A Jeremiás 17 első versétől olvasom. Tehát a hamis reménységről beszélgetünk. A Júda vétke vastollal, gyémánt hegyel van felírva, fel van vésve, Szívük táblájára, oltáraik szarvaira, mivel, hogy megemlékeznek fiaik az ő oltáraikról, asera bálványaikról, a zöld fák mellett, és a magas halmokon. Ámen. Tehát figyeled, be van vésve valami az embernek a szívébe, ez a valami az asera. Az asera bálványnak van egy képe, ami az emberi szívbe vésődött bele. És az ember erről emlékezik meg, ez idéződik fel benne. Tudod, mit jelent az asera szó? Azt jelenti, hogy szerencsés sorsú, sikeres, előre jut, Korlátok nélkül élvezi a javakat, jólétet. És az, hogy megemlékezik? Az eredetiben Zákár. Azt jelenti, hogy ezeknek az embereknek a szívében ennek a korlátlan jólétnek a képe él benne. A szívébe bevésve, mint az a sors, amit neki élnie kell, és neki el van rendelve. Ez a kép idéződik fel benne, mint minta, hogy azt kövesse. Azt várja, élete ezt kell, hogy betöltse. Ekkörül kell, hogy forogjanak az események az életében, mintha minden az ő jó sorsa Létrehozásának lenne alárendelve. Saját boldogságára tekint úgy, mint az örök életre, amely számára az összes vágyának a kielégítése, a szükségek és szenvedésmentes, kényelmes, korlátok nélküli élet. Azt jelenti tehát az asera tisztelete, hogy az ember képzeletébe ezek az utópisztikus képek vannak bevésődve. Így keresi a boldogulását a romlott emberi természet Hogy örökre utat engedjen a benne lakozó bűnnek az önzésnek. Az Isten hangját teljesen elvetve, nem fogadja el, hogy az a forrás, amely adja az örök életet, az az önfeláldozáson alapuló, és így másoknak életet adó isteni szeretet, amely önként korlátozza magát örökre, az igazság törvényének a mércéje alá rendelve. És ez a mérce Isten hangjának. Zúgása, visszhangja, dörgése. A harci paripák nyerítése. Melyben a szeretet önfeláldozásának fájdalma kiált örökre. Ez a kiáltás hagyta el Jézus ajkát a kereszten amikor szellemét kilehelte. A seregek urának lovai pedig örökké dübörögnek. hogy hátukra felvegyenek bennünket, mint akiket hozzáillő társainak választott ki már a kezdetben. Én arról beszélek, hogy a mai kor emberének teljesen hamis az Isten képe. a szobrokat, filmeket, ábrándokat, utópiákat állított fel, mélyen bevésve ezeket a szívébe, és oda az önfeláldozó Isten helyett saját maga jósorsának aseráját tette. Ez akkor egy bálványimádó nemzet. Erről szól az asera kultusz, amely nincs tőlünk távol, hanem itt van húsunkba vágóan bennünk él, legmélyén elrejtve a szívünknek és erről hisszük azt, hogy ez az örök élet, és erről hisszük azt, hogy ez az Isten országa, mert azt hisszük, hogy ez az Isten. Azt hisszük, hogy a jó sors az Isten. Azt hisszük, hogy a szerencse az Isten. Azt hisszük, hogy a hiánytalanság, a korlátlanság az Isten. Éppen ellenkezőleg. Ez egyik sem az Isten. Ez az Asera. Hogy még jobban megértsük. Kikről beszél a Jeremiás 17. Lapozzunk oda a bírák könyvéhez, ahol bizonyos emberek egy városhoz, egy településhez jutottak. És abban a településben élnek emberek, és leírja két vers, amit fel fogok olvasni, hogy milyen élet volt ott abban a társadalomban. Nagyon jól tükrözi, tükrözi a hamis reménységnek az átkozott reménységnek a társadalmát, ahol az asera a bálvány. Bírák könyve 18. rész 7. vers. Elment öt férfiú, és Lajba jutott. És látták a népet, amely benne volt, hogy minden félelem nélkül lakik. A szidon beliek szokása szerint él csendesen és bátorságosan. Itt a bátorságos szó ugyanaz, mint a Jeremiás 17-ben az átkozott reménységre használt szó. Batach. Reménység. Hamis reménység. Tehát laiba vagyunk, és nincs senki, aki őket bántaná az országban, vagy úr volna felettük csak eddig. Amen. Tehát itt egy hamis reménységben Élnek emberek egy településen, egy társadalomban, és meg fogjuk nézni, hogy a csendes élet, csendesen éltek, ez mit takar? A csendesen az eredetiben sákát. Szó szerint azt jelenti, hogy háborítatlan, nem érheti semmi, ami őt megzavarhatja. Tétlen nem lehet semmi baja. Tehát ebben élt egy társadalom, ezt az utópiát létrehozta, amit egy asera hamis remény képe a szívében ott táplált, azt létrehozta, megvalósította. És úgy éltek ott, azt írja, hogy semmi nem lehetett, ami bántaná őket. Ez az eredetiben egyszer. És azt jelenti, nincsen senki, aki a korlátozására való jogot fölötte birtokolhatja. Nincs senki, aki örökségétől megfoszthatja. Koldusbotra juttathatja. Őt nem lehet elszegényíteni, javaitól megfosztani. Őt nem lehet számon kérni, felette jogot, törvényt érvényesíteni. Nem szenvedhet sérelmet, bántást, kárt, szégyent. És erről él boldogságának a képe a szívében. Erre mondja azt, hogy karrier, esetleg barátság, házasság, szerelem. Ennek az átélését keresi mindezekben. Az emberi kapcsolatok neki erre kellenek. És épp ezért is mennek ezek ebben a világban mind tönkre mert aszer a bálványt imád minden ember az ő szívében így éltek tehát lai lakói abban a társadalomban és még ugyan innen a bírák 18-ból a 10 vers azt mondja ha elmentek biztonságban élő néphez mentek és a tartomány tágas Isten kezetekbe adta azt a helyet, ahol semmiben sincs hiány, ami csak a földön van. Tehát itt él ez az utópisztikus társadalom, ahol nincs hiány. Az eredetiben ma hősor azt jelenti, semmitől nem szenved hiányt, ami szükséges a teljes, harmonikus, kiegyensúlyozott élethez. Na, ezt keresi ma is minden ember. Ez a hamis várakozás van beégetve, és vastollal beírva minden szívbe. Ezért nem hallja meg a hangot, amelyet nyög. Sohajt, Liheg, a teremtő Isten. Aki zaklatott, nyugtalan, izgatott, ahogy önkéntes lemondása megrendítette, és nem keresi magának a háborítatlan jólétet. Teljesen másképp él a szívében. Arról, hogy milyen lesz a jövője. Abban önmaga tönkremenetelét, összeomlását látja benne. Úgy, hogy ennek nem áll ellene. Nem utasítja el. A személyiségéhez, természetéhez ugyanis ez áll közel. Mert erősebb a késztetése, hogy a teremtett világ egy stabil, örök mérce, oltalma alá legyen vetve, és hogy másoknak is legyen élete, ami ha csak lehetséges, tartson mind örökre. És ezeknek az örökké élő személyeknek biztosítsa az igazság örök törvénye az együttélésüket, aminek alaptétele a magát másokért korlátozni képes, korlátozni vágyó, szenvedést elhordozó isteni szeretet. Az asera képe persze, amely magát az ember szívébe vastollal bevéste, az Isten hangjával nem illeszthető össze. A mai hívőt ugyanis nagyon megzavarna egy jajgató, nyöszörgő Isten képe. <Szorítás> Fejében ugyanis össze van keveredve az ördög ábrántja az Isten igéjével, és ezek helyet cseréltek. Ezért ma azt várják a keresztények, hogy adjon nekik egy Isten szerencsét mindenben, és ez a megzavarhatatlan gondtalanság folytatódjon tovább örökre és ez az Ábránd nem engedi meg hogy meghallják hogyan viszhangzik az Isten minden szavában igéjében Nyugtalanul, megterhelve, szeretetében önmagát elveszítve, mert korlátozhatatlanságának, háboríthatatlanságának örökre önként véget vetett. Hogy a te tökéletlen lényed létezésének terhét hordozza, érted zavartalanságától a te teremtésed így fosztotta őt meg. Ezzel rendelte alá magát a harci paripák dübörgésének, akiknek nyerítése ennek az örök mércének a hírét hozza neked. Hogy megismert. Ez maga az Isten, a szeretet. És kövesd, ne a hiánytalan jólétet keresd. Veszítsd el inkább a háboríthatatlan, megzavarhatatlan lelki békédet. Engedd, hogy megrendüljön a szíved, hagyd el végre asera Istenedet. Ne várd a sérülés mentességet, emberi kapcsolataidban sem, és egész földi pályád alatt semmiben. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. már pedig akik Könyhullatással vetnek, azok fennhangon ordibálva aratnak. Ezt mondja az Istennek az igéje. Szóval ma a kereszténységben szívesen ejtünk szót arról, hogy az igében le vannak írva, mondjuk Dávid zsoltáraiban szenvedések, proféták megalázása, kivégzése, és szép szavakként őrizzük ezeket magunkban, mint egy elméleti költészetnek a szavait, verseit. De hol van a megélése mind ezeknek? Dávidnak el kellett hagynia az otthonát a házastársa viselkedése miatt, és menekülnie kellett, és sok-sok éven át bújdosott sok-sok helyen. Pálapostól azt írja, hogy nem aludt éjszakánként, és éhezett és fázott. A nagy kérdés a mai keresztényeknek, Megmarad-e ez puszta elmélet az életünkben, vagy hajlandóak vagyunk felvállalni a konfliktusokat a környezetünkkel, és utána elszenvedni szeretetben mindazt, ami ér bennünket hiány, szükség, zavar, teher, súly, fájdalom az életünkben ez fogja meghatározni, hogy válunk-e valaha keresztényekké, avagy nem. Ugyanis az elméleti kereszténység a Biblia igéi alapján nem létezik. Azt az asera bálvány találta fel, és hamisította bele az embernek a szívébe. Menjünk tovább. Kettő Korintus 1. Kilences vers. Azt mondja, hogy magunk is halára szántuk magunkat, hogy ne bizakodjunk magunkban. Hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat, aki ilyen nagy halából megszabadított, és szabadít minket, akiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Amen. Ahhoz, hogy ne várjunk megalapozatlanul jó dolgokat, Halára kell szánnunk magunkat. Nem a jó sorsot kell várnunk, hanem átadni a sorsunkat. Mire? Az elbukásunkra, nem egy majd esetlegesen bekövetkező üldözésre várva, hanem most a mindennapokban, abban a világban, amelyben benne élünk. A környezetünkkel vállalva a surlódást, a konfliktust, mert csak így fogjuk az Isten hangját meghallani, és csak így fogjuk tudni felvenni ugyanazt a keresztet, mint ruhát, mint öltözetet magunkra, amelyből lesz a szentek fehér öltözete, fehér ruhája amely ruhában egyedül lehet csak bemenni az Isten országába, az örök életre. Örök élet nem születhet máshonnan, csak a halára szántságból. Onnan fakadhat, onnan jön az örök élet forrása. Isten bennünket ebből teremtett, ebből hozott létre, innen jött az első élet, innen fakadt, és ez éltet mindent ez éltet bennünket is. Csak az Istennel együtt történő halára szántságból, lelkünk halára adásából, jó sorsunk halára adásából, jó érzéseinktől való elbúcsúzásból jöhet létre az örök élet a szívünkbe. 1 Timóteus 4.10 azt mondja, azért Fáradunk és szenvedünk szidalmat, mert reménységünket vetettük az élő Istenbe. Ámen, eddig. Reménység itt is, aminek célja az örök élet. Olyan igazi reménység, amiben nem csalódik az ember, és ami nem hiú ábránd, az csak a kimerültségig eljutó kitartással és a megvetettséget eredményező hűséggel érhető el. Ez hozza létre az isteni természetből fakadó, újjáteremtő, örök életet. És az abcsel kettőben a 26-os verset olvasom fel, amely szintén kapcsolódik ehhez, ami idézet az Ószövetség Mesiási Zsoltárából, Abcsel 2.26, ami így szól. Azért sikeres a szívem, és buzog, mint víz a nyelvem reménységben nyugszik a testem. Amen. Ugye ez a koporsóba szállásról beszél, az eltemetkezés haláláról beszél, hogy oda kerül az emberi test, és ott van a reménység, amelyben átveszi a nyugalmat, az Istentől. A háborítatlanság, ami tényleg Istentől van, a halál vállalásából fakad. Itt adatik meg csak az, hogy az embernek semmi más várakozása már nem marad. Mindent felad. Csak az egyetlen mérce marad, ahogy Isten hangja a szívében megszólal. És semmi mást tenni nem hagy, mint hogy elbukjak. A hűség a szívemben így megmarad. Ez az igazi házasság alapja. Nem a napsütötte tengerpart, nem egy csokor virág feltűzve a csillogó hajadba. A szeretet örök mércéje nem egy hangulat, hanem az, hogy a jóléted odahagyd, a megvetést vállald, ahogy megöl a hűség pusztító fájdalma, de közben a harci paripák patái dobognak. Nyerítésükkel, leheletüket az orjukaikból kifújva, viszi a szél az Isten hangját a messzi távolba. Ott van az a hely számodra, ami nem ábránd és nem utópia mert az az örök élet birodalma. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók, mondja az Efézus 5.30. Akarunk-e tényleg igaz ismeretre eljutni? Amikor elég teszik a piros és a kék golyót, merjük-e választani a valósággal való szembenézést? Vagy inkább szeretnénk, hogy hazugsággal nyugtassuk meg a lelkünket magunkban, és kihagyjuk azt, hogy ki az Isten? valójában. Akarjuk-e ezt az Istent, aki a fájdalom szenvedését szívesebben választja érted, mint a zavartalan, háborítatlan jólétet, jó szerencsét? Kell ez neked, hogy a kapcsolataidban az embertársaiddal ne a jó sorsodat, ne a lelki örömödet keresd, ne a kiegyensúlyozottságot, a békét, hanem a konfliktust felvállalva elszenved tőlük. Mind azt a fájdalmat, amelyet lelkedben okoznak, és mégis benne maradsz, abban az igazságban, amely igazság mércéjét Isten lefektette. Az örökké valóságban, és nem fogja az alázatának, és a szeretetének, és a jogrendnek, amely ebből létrejött, a mércéjét átlépni, áthágni, ezt a mércét, mint magasugró lécet, meg fogja ugrani, át fogja ugorni. Át tudja, át képes ugrani, mind örökre képes hordozni. Minden terhet, minden fájdalmat, minden szenvedést. Ez a mi Istenünk. Menjünk akkor tovább, ugye abba az irányba vagyunk, hogy mi testének tagjai vagyunk, csontjaiból való csontok vagyunk. Hogy is történt az ember teremtése, mert ezekről szólnak ezek az igeversek. Egy Mózes kettő. 21-es vers. Azt mondja, hogy bocsátott tehát az Úristen mély álmot az emberre, és ez elaludt. Akkor kivet egyet annak oldalbordái közül, és hússal töltötte be annak helyét. És alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből asszonyá, és vitte az emberhez. És mondja az ember: Ez már csontomból való csont, testemből való test, asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Ámen. Tehát ott van a párhuzam, hogy amiképpen, a férfiúból megteremtetett az asszony, ugyanígy teremtetett meg az ember magából az Istennek az oldal bordájából. Mit jelent az oldalborda? Az eredetiben célá. Ugyan ez a szó a frigyláda oldalfala, ami az Isten értünk való áldozatának a koporsója. És hogy a teremtésünk kör az ő szellemét belénk fújta, akkor nekünk ezt is átadta. Így költözött be a lelkünkbe Isten azon tulajdonsága, hogy szenvedést vállal és alárendeli magát annak az alázatnak, amelyel választott társáért meghal. Így felel meg az örök mérce igazságának. Ez az oldalborda lett a lényünk, személyiségünk megteremtésének az alapja. Így lettünk mi az ő csontjából való csontja, hogy ő rá hasonlítva rendelkezzünk mi is isteni tulajdonságával. Na ezt nem tartalmazza egyetlen asera utópia. Oldal borda, tehát maga a lehellete is az úrnak, amelyet belefújt abba a porba, amelyből mi kilettünk formálva. Azt is jelenti ez a szó, hogy sánta. Amiképpen Jákob belesántult az Istennel való találkozásba. prófét próféta negyedik rész hatodik verse azt mondja. Azon a napon azt mondja az Úr, összegyűjtöm a sántát, és összeszedem az elszéledetteket, akiket megsanyargattam, és a sántát teszem maradékkák. Az elszélesztettet pedig erős nemzetté, és az úr uralkodik rajtuk a Sion hegyén, mostantól fogva, mindörökké. Ámen. Amen. A sánták mennek be az örök életre, a sánták mennek be az Isten országába, az Istennel való találkozásba bele sántult lelkű szellemű emberek mennek be az Isten országába. A korlátozottak mennek be az Isten országába. A lelküket elveszítettek, lelkükben elpusztultak, megsemmisültek, tönkrementek, összeomlottak, terheket viselt, fájdalmakban, zaklatottságba, belerokkantak, azok mennek be az Isten országába. Az Istenségének teljes jogköréről, és az egész világ feletti tulajdon jogáról lemondani képes Istennek. A szeretetével való találkozás rádöbbenti az embert, hogy az ő szeretetének a lemondását felfogni képtelen. Hiszen soha nem rendelkezett az isteni lét mindent birtokló vagyoni elemeivel. Mindenkit megelőző és mindenkit túlélni képes életterjedelmével. Így az ezekről való lemondás teljes megértése is lehetetlen. Egy korlátozott léttel rendelkező teremtménynek pusztán az érintése eténynek már lesántítja az embert. És az isten iránti mély elköteleződés szövetségének, az isten oldalbordájából kezd el a szívében helyet készíteni istennek. A szövetség ládája lesz ez, amely hajó is egyben. bárka, ami beviszi a lelki sántákat az örök élet országába. Keressük-e tehát a valódi reménységet, azt, amely várakozásban nem csalódunk, nem csalatkozunk, mert valóban azt az Istent találjuk meg, aki az egyedüli, igaz Isten. Van egy izgalmas dolog az új szövetségben, a házasság törő asszony Példázata leírva a János Evangélium 8. részében. És ahogy itt egy házasságtörő nőt középre állítva vád alá helyeznek, mert rajta kapták tetten érték, amint bűnt követett el, azt olvassuk a János 8. 6. versében, hogy Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre a házasság törőnő példázata azt mutatja ahogy felekezeti vezetők Isten hangját meg nem hallva akarnak érvényt szerezni Isten szavának az írásoknak erre jézus aki maga az oldalborda, elkezd írni, rajzolni a porba. Hogy így utaljon arra, az oldalborda, amelyből az ember ki lett gyúrva, azt a szellemet hordozza, amit maga Isten fújt a kiformált porba hogy a kapcsolati terheket az ember önmagát feláldozva is hordozza. És így legyünk az ő hozzá illő társa, örökre alárendelve magunkat terheket hordozó mércéje gyönyörű hangjának, harciparipái dobogásának melyeknek nyergébe felszállva vágtatunk embertársaink megmentésére az örök élet országába. Vele az önkorlátozásunk, lemondásunk, pusztulásunk soha nincs hiába. Fel fogunk támadni Isten királyságában! erről szól a házasság nő példázata és Jézusnak a rajza a porba emlékeztessen bennünket hogy Isten szelleméből Isten hasonlatosságára lettünk kigyúrva hogy vele együtt hordozzuk a szeretet fájdalmát elviselve e világ részéről bármilyen bántalmat Kitartva a hűséggel! Az Isten szeretete fájdalmában, ő vele együtt viselve, hordozva, azt, így, hozva létre Isten által bennünk az örök életet, amely ebből a forrásból fakad. A Jeremiás 17.13 az azt mondja, hogy Izraelnek reménysége, ó Uram! Akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek. Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat. Amen. Tehát az Istentől való elpártolás és az Istennek az elhagyása, az az Isten fájdalma hangjának a meg nem hallása, fére hallása, elutasítása, és helyette az asera bálvány jó szerencséjének, jó sorsának a választása. Abcsel 27. 20-as vers, amit olvasok, Pálapostól és társai egy hajón viharba kerülnek, és válságos helyzet áll elő. Abcse 25 -20. Mikor pedig több napon át se nap, se csillagok nem látszottak. Nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett, életben maradásunk felől. ámen. Istentől való remény nem születhet másképp, csak ha az ember végzetes vihart átél. És abba a viharba azért került épp, mert az Isten örök mércéje neki olyan érték, amit soha Semmiért át nem lép. Hallja, visszhangozva, hogy hozza a szél Istennek a halál árán is végsőkig kitartó szeretetét, és ezért teszi le az életét. Hogy mások is hallják meg amit a nyerítő lovak dobogásán keresztül Isten hangja nekünk elmesél. Meg kell hallanunk az Isten hangjának a meséjét, a történetét, kihalva abból fájdalmát, szenvedését. A Róma beliekhez ért levél ötödik rész, hármas versétől. Azt mondja, nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudva, hogy a háborúság tűrést nemz. A tűrés pedig megpróbált, megpróbáltatást. És a megpróbáltatás hozza létre a reménységet. Na ez a reménység az, ami nem szégyenít meg. Mert az Istennek szerelme kitöltetett így a mi szívünkbe, a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Amen. Tehát a reménység csak is így születhet meg háborúságon keresztül, nehézségekben való kitartás, tűrés, a szenvedés elhordozásán keresztül, míg az ember el nem jut a teljes megsemmisülésig, amikor már mindenről lemond, mindent felad, elfogadja a pusztulását, elfogadja a bukását, elfogadja a tönkremenetelét, és már a végzetével számol ez az a helyzet, és ez az a pillanat, amikor valódi reménységre juthat az ember szíve és a lelke. Ha ezt kikerüljük az életünkből, és karrierről, jó munkáról, jó sorsról, házastársi békességről, baráti sörözgetésről, nyaralásról ábrándozunk, engedve az aserának, szívünkbe véset, hamisságának, akkor Istent soha nem fogjuk megismerni, és soha nem fogjuk megtalálni. Ez a piros pirula, amit ha beveszel, eljuthatsz az Isten igaz ismeretére, az igazságra, a valóság megismerésére, ennélkül a piros pirula nélkül ha kéked, zöldet vagy bármit mást választasz, akkor csak asera ábrándok azok, amelyekkel becsapod önmagadat, és örök életre soha nem fogsz jutni. Ez van benne az Istennek a hangjában. Mert Isten lefektette ennek a szeretetnek az örök mércéjét, és ez a fundamentuma az ő országának. Tehát csontjából való csontok vagyunk, testéből való testek vagyunk. Egy Mózes 2.23 ugye azt mondja, hogy mondja az ember, ez már csontomból való csont, testemből való test. Asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. És ugyanígy teremtettünk mi Krisztus által az Isten csontjaiból. Na a csont szó azt is jelenti, hogy valaki becsukja, lehunja a szemét. Aztán jó erősen összeszorítja. Közben oda nem nézve a halált vállalja és végrehajtja. Szeretetjért, az önfeláldozó szeretetét. Így azt, akit szeret, megvédi, megoltalmazza. Ez az ő isteni erejének a nagysága, gazdagsága, ami mind bele van rejtve az ő oldalbordájába, mely kimeríthetetlen szeretetének egyben örök kamrája, kincsestára, mert hogy az oldalbordaszó ezt is jelenti, kamra, kincsestár, és kimeríthetetlen annak a gazdagsága, amilyen fájdalmat az Isten elvállalt önként önmaga korlátozására, hogy így biztosítsa, a szeretet és alázat igaz mércéjét az ő örökké való országában. Ámen. Tudja, nem an den alten Geschichten Die wie ein zweites Ich über dich richten. Was passiert ist, war damals, ist lange vorbei. Ist nur ein Phantom aus einer anderen Zeit. Tu dir nicht weh an den Kanten und Ecken, die sich heimlich im Schnee von gestern verstecken, was passiert, es kommt nicht mehr, ist verjährt und steiner, ist wie verwaschene Kreide auf nassen Asphalt. Nichts von uns wird irgendwann in Stein geworden sein, und wirklich One. Aber holen dich nicht ein und leben davon, nur Gespenster zu sein. Und ich weiß, es tut weh, wenn man nächtelang wach liegt und vor Grübeln und Denken irgendwann keine Luft kriegt. Was dich heute noch quält, geht mit der Zeit. Bye.